előadóként szerepelt itt az Infotér konferencián, és elhangzott egy varázsrövidítés az előadásában, az M2M, és oda volt írva, hogy egyenlő változás. Mit is értünk M2M alatt, és mi is az a változás, amit ez igazából jelenteni fog? Igazából a mobil távközlés talált egy új teletet magának, hiszen most már azt elértük, hogy a Magyarországon is 118%-os a penetráció, tehát mindenkinek van telefonja, és hát keresünk az új pályákat, és hát egy új pályának tűnik ez az M2M, amikor is gépek egymással a mobil technológia segítségével kommunikálnak, és ezt nevezzük a machine to machine, ez a rövidítés, és az valóban arról szól, amit el is mondom egy példát, hogy amikor egy kukába beépített szimkártya jelzi azt, hogy most már elég sok szemét van, érdemes kijönni és begyűjteni a szemetet, ettől kezdve a pénztárgépekben lévő szimkártyákig, tehát ez mindenütt megjelenik az életbe. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez a kitörési pont, kitörési lehetőség a távközlésnek. Vodafone-nál vannak már olyan fejlesztések, amelyek kifejezetten erre a területre készülnek, akár működnek, akár pedig még a tesztfázisban vannak? Természetesen vannak itthon is, és vannak központilag is. Ugye a Vodafone elég sok dolgot megoszt az országok között, tehát ugye az, hogy a Magyarországon elsőként tudtuk a használatalányos úti fizetéshez felajánlani a szimkártyáinkat, az pont annak az eredménye volt, hogy már a csoportban, Angliában kifejeztettek egy ilyen megoldást, de a pénztárgépekben lévő kártyát is Angliában fejlesztették, de van egy jó pár egyéb itthon is fejlesztett alkalmazásunk. Egyébként itt is látszik, ugye van itt egy hűtőgép, ahol italokat lehet kivenni, és ez is jelzi, hogy mennyi van benne, mennyit vittek el vele. Tehát azt gondolom, hogy ez most már mindenütt itt van. Ez a konferencia is elmondott, ugye, hogy a BMW-nek az i verziójában is machine to machine alapon működik a GPS rendszer, vagy az egészségügyben is, tehát nagyon jó felvezetést kaptam az előadásomhoz. Azt gondolom, hogy az előadása volt az egyik legérdekesebb, legszínesebb foltja itt az Infotér konferenciának, mert hogy egy négy lábú vendég is ott volt az előadáson, egy alkalmazásról beszéltek. Mit is kell erről tudni? Az is ide az M2M körébe tartozik? Igen, abszolút ide tartozik, és azt mutattuk be, hogy a mobil technológia segítségével hogyan lehet szintén kommunikálni, úgyhogy az ember a hagyományos telefont nem használja. Tehát ugye itt amiről az egész dolog szól, az, hogy van egy ilyen cserhát mentő szolgálat, akik ugye az eltűnt embereket keresik, itt baromi sokat számít az idő. Tehát ugye az, hogy minél gyorsabban megfelelőre menjenek, és ezt kutyákkal csinálták eddig is, csak elég nehéz volt, hogy versenyfutottak az idővel, de ameddig a kutyát követték, megnéztek, hogy hol van, utána mentek. Ma viszont ezt a technológia segítségével meg lehet úgy oldani, hogy a kutyának a hátán a hányjelbe teszünk egy címkártyát, és az folyamatosan adja a jeleket, hogy a kutya merre van, mit mozgott, és ha megtalálja az eltűntet, akkor abban a pillanatban látszik az, hogy hova is kell mennünk, tehát lényegesen hatékonyabban lehet. És ebben az esetben ugye a megtakarítás az nem 10 forintokból, 100 forintokból vannak, hanem emberi életekben, ami lényegesen fontosabb sokszor. Engedje meg az utolsó kérdést, hogy hogyan látja a jövőt. Azt gondolom, hogy a jövő iránya az teljesen a technikai vívmányok irányába mutat, mindenkinek lesz nem egy kütyüje, hanem sok kütyüje. Ön hogyan látja a Vodafone elnökeként? Azt gondolom valóban, tehát ez az új technológia, ez meg fogja változtatni a környezetünket, mindent, hiszen nem is a milyenek lesz a kütyű, hanem a hűtőszekrénynek lesz kütyüje, vagy a kukának, vagy az autónknak, és ugye tényleg úgy fog az ébresztő óra azt jelenti, hogy önöket ébreszteni, hogy van dugó, vagy nincs dugó, esik a hó, vagy nem esik a hó. Tehát én azt hiszem, hogy az új technológia mindenféleképpen lényegesen nagyobb hatékonyságot fog behozni az életünkbe, amire törekednünk kell, hogy a felszabaduló időt azt ne olyan munkára töltsük, hanem egyszerűen próbáljuk meg kialakítani azt az élet és a szórakozás és a munka közötti balanszot, ami azért egy kicsit mostanában megcsúszott. Azt hiszem, hogy aztán ez a technológia ebben segíteni fog, hogy visszatérjünk a normál az emberrel.